Tehát ha megszüntetik ezt az intézményt, akkor a fővárosban a hajléktalan fekvőbeteg ellátást nagy része megszűnik. Egy-két társszervezet van, aki csinálja, de nagyon kis létszámban. Nagyon rendesek, aranyosak, ellátnak minket a lehető legjobban. Minden rendben. És sajnálnám, hogyha ez az egész megszűnne, ugyanis itt jó néhányan vagyunk, és nem tudunk hová menni. Nem az a kérdés, hogy hova lehet átköltöztetni, nem ez az elsődleges kérdés, én azt hiszem, hanem az, hogy egyébként miért kellene onnan kiköltöznie egy olyan ellátásnak, ami vitán felül fontos, sőt nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújt a legszegényebb budapestiek számára. A hajléktalanokat súlyosan érinti a járvány. Egy felmérés szerint a hajléktalanok fele COVID szempontból súlyos kockázati csoportba tartozik. 40%-uk már a járvány kezdetén elveszítette a munkáját. A Budapesti Módszertani Központ és intézményei kezelésében lévő Szabolcs utcai kórházban a legbetegebbeket és a leggyengébbeket ápolják. A kormány június végéig akarja kiüríteni az épületet, miközben a járvány harmadik hulláma csak lassan csillapodik. A betegeknek nincs is hova költözniük. Kb. Olyan 20-25 olyan beteg van, aki biztos, hogy egészségügyi ellátásra szorul. Tehát daganatos betegség, autoimmun betegek, egyéb, tehát polimorbid betegséggel küzdenek, akit nem tudunk sehova sem elrakni. Tehát állami fenntartású kórházakba fogjuk tudni őket helyezni, hogy hogyan és hova azt nem tudjuk, mert ugye ott is most Covid-őrület van, meg be vannak korlátozva a felvételek. Nem látunk nagyon kiutat. És ez egy módszertani intézet, tehát a nevében benne van, hogy nekünk készült, és nagyon kevés van, és nagyon sokan vagyunk. Tehát inkább építeni kéne, mint hogy rombolni. A tavalyi évben mi is rákényszerültünk mindenféle komoly intézkedésekre a Covid-járvány kapcsán, és összeírtuk, összegyűjtöttük adatok szintjén, pontosan a Szabolcs utcai orvosaink segítségével, hogy a nálunk lévő emberek mennyiben tartoznak a kiemelt rizikójú csoportok közé koronavírus szempontból, és ez a rémisztő adat jött ki, hogy nagyjából az ügyfeleinek a fele az vagy magas vérnyomása van, vagy cukorbetegsége van, vagy szívbetegsége, tüdőbetegsége, vagy daganatos betegsége. És akkor itt most nem a kórház lakosságáról van szó, hanem Cuzamben a hajléktalan ügyről. Ezzel most azt akartam alátámasztani többek között, hogy az a bizonyos 300-as átmenő forgalom, ami a Szabolcs utcában egyébként meg szokott történni évente, azt inkább valahogyan azt a kapacitást emelni lenne szükséges. A budapesti önkormányzat felháborodottan reagált, amikor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő bejelentette, hogy rövid időn belül kiüríti az épületet. Karácsony Gergely polgármester aljas húzásnak nevezte a lépést, és sajtóhírekre hivatkozva azzal vádolta Orbán Viktor nem hivatalos tanácsadójának, Habony Árpádnak a köreit, hogy egy ingatlan ügylet miatt akarják száműzni a kórházat. Megkeresésünkre a Nemzeti Vagyonkezelő cáfolta, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet kapná meg egy ilyen alkú eredményeként a hajléktalan kórház épületét. Ami azonban jól látszik, mióta 2012-ben Tarlós István, akkori fideszes polgármester megnyitotta a kórházat, sok minden épült a környéken. Az ingatlan fejlesztések a kórház területét is elérték. Misetics Bálint, a fővárosi önkormányzat szociálpolitikai tanácsadója, bírálja a kormányt, amiért ki akarják üríteni a Szabolcs utcai kórházat, holott jelenleg nincs megfelelő létesítmény a befogadásukra. Abszolút a fővárosi önkormányzat nyitott volt arra, hogy tehát ha a központi kormányzat biztosít egy másik ingatlant, ami az infrastruktúrális és egyéb feltételeknek megfelel, és nem kell az ellátást, illetve az ellátásban részesülő beteg embereket egy kiemelkedően súlyos járványi helyzetben mozgatni, akkor természetesen máshol is lehet biztosítani ezeket a szolgáltatásokat. Ígérte is egyébként a központi kormányzat egyik tárgyalópartnere levélben még februárban, hogy áttekintik az állami ingatlan vagyont arra tekintettel, hogy hol máshol lehetne biztosítani ezeket a szolgáltatásokat. Mindez idáig nem érkezett ilyen javaslat. Az épület tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a Deutsche Wellének elmondta, hogy a városvezetés már egy éve tudott arról, hogy az épület bérleti szerződése lejár, de nem keresett új helyet.
Az MNV arra a kérdésünkre nem reagált, hogy melyik intézmény költözik a Szabolcs utcai épületbe, és nem volt elérhető egy interjú erejéig sem. A városvezetés minden esetre visszautasítja a vádat, miszerint nem cselekedett volna. Március végén Karácsony számos levelet tett közzé az elmúlt hónapokból, amelyekben különböző minisztériumokhoz fordult az ügy tisztázása érdekében. Ez egy régi kórházépület, amit már 2010 előtt felújítottak, majd néhány évig üresen állt, majd azt megelőzően, hogy a BMSK-i Szabolcs utcai intézménye ott kialakult volna, szintén központi kormányzati forrásból, több százmilliós forrásból azt felújították annak érdekében, hogy a megfelelő előírásoknak az akadálymentesítéssel, egyebekkel kapcsolatban megfeleljen. Nem nagyon tűnik logikusnak egyrészt rákölteni 100 milliókat egy épületre, hogy ott korszerű kórházi ellátást lehessen folytatni, majd 10 évvel később kilakoltatni ezt az ellátást onnan, hogy egy, ha jól értem, valamilyen központi költségvetési szervnek az irodái legyenek ott. A legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb megoldás az mindenképpen az volna, hogyha a Szabolcs utcai szolgáltatások maradhatnának a Szabolcs utcában. A járvány nem csak a Szabolcs utcai betegeket sújtja súlyosan. Igaz, a gyors védőoltásoknak köszönhetően nem történt egészségügyi katasztrófa. A világjárvány azonban szociális és pénzügyi szempontból is kemény megszorításokat jelentett minden hajléktalan embernek. Még akkor is, ha az olyan segélyszervezetek, mint a Máltai Szeretetszolgálat növelték kapacitásaikat. A harmadik hullámban a bentlakásos intézményeknek az volt a szerencsé, hogy akkor már rendelkezésre állt a vakcina, amely központi forrásból érkezett, és ezért a harmadik hullám csúcsán a bentlakásos intézményeknek a lakóinak nagy része már be volt oltva. Rendszeresen fordulnak hozzánk olyan kérésekkel, hogy nincs elég ételük, ennivalójuk, és ez az utóbbi egy évben ez még jellemzőbb volt. Ebből azt gondoljuk, hogy azokat a kis bevételeiktől is elestek, amik korábban megvoltak. Hogyha mondjuk valaki kódulásból él, akkor nyilván egy járvány idején kevesebb ember fog hozzá oda menni, segíteni vagy pénzt adni, vagy kevesebb emberrel találkozik amúgy is az utcán, hiszen mindenki azt mondja, hogy maradj otthon, és ezért a járókelők otthon maradnak. Ergo a hajléktalan emberek kevesebb emberrel találkoznak.